Szó volt a kultúra ala, a kultúra ala, a kultúra nemzeti ala. A kultúra ala, a kultúra ala, a kultúra nemzeti ala. A kultúra ala, a kultúra ala, a kultúra nemzeti ala. A kultúra ala, a kultúra ala, a kultúra nemzeti ala. Tudsz titkot tartani? Tudsz hallgatni, 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 hogy megvédj egy áldozatot? Tudsz hallgatni, hogy megvédj egy társulatot? Feltartod a kezed és szavazol. Megpróbálsz egy ügyet kivizsgálni, vállalod a fájdalmas szembenézést, a veszteségeket, vállalod, hogy utána nem érzel elégtételt, saját szemedben inkább tűnsz kegyetlennek, mint igazságosnak, vállalod ennek a felelősségét és a terheit? Igen? Na jó, akkor nézd, hogy mit tesznek az ügyeddel azok, akiknek ez kapóra jön. Nézd, ahogy meghazudtolják. Nézd, ahogy felhasználják. Kifordítják, ellened hadba állítják. Minden eszményed aljasnak, mérgezőnek titulálják. Nézd, ahogy teljesítményed negligálják. És közpénzzel kitömött propagandájuk üvölti, hogy te vagy a romlott. Te vagy az érdemtelen. Nézd, ahogy táblát akasztanak a nyakadba, mert új neved van, Zaklató Színház. Nézd, ahogy törvényt készítenek, hogy már abba se legyen beleszólásod, kivel dolgozz, sőt, eljött az idő, hogy beszántsák a függetleneket. Mert megvan az ürügy, a normális eljárás. Na, tudsz még hallgatni? Lesz még ezek után valaki, aki tud hallgatni? Fullajtár Andrea voltam a Katona József Színházból, és most hallgassátok meg. És most hallgassátok meg Barda Beát. Szervusztok! Én nem vagyok színész, nem tudok beszédet sem mondani, még sosem tartottam. A saját hangomtól most is megjedek. De sokan vannak itt a színpadon és a színpad szélén, akik ebben jók, akik jók ebben. Mert ennyifélék vagyunk, egyik ebben, a másik abban jó. Köztetek is van, aki sapkát hord, másokon ott a kapucni, de van, aki hajadon fölt áldogál. Mert sokfélék vagyunk. A trafónak az a dolga, hogy a független társulatokat támogassa, a független alkotókat helyzetbe hozza, hogy ezt a sokféleséget, amit ezek az alkotók és az általuk létrehozott művek jelentenek, a Budapesten megmutassa. És ha erről a sokféleségről nem tudunk sokféleképpen beszélni, sokféle drámát, regényt írni, ezt sokféleképpen megmutatni, akkor mindenki veszíteni fog. Veszíteni fogunk tágasságot, elfogy a levegő, el fogjuk veszíteni a kultúrát, a sokféle kultúrát, a sokféleség kultúráját, és igen, a következő a szabadság. Mindannyian pontosan tudjuk, hogy amit egyetlen gomnyomással, egyetlen parlamenti szavazógomb megnyomásával eltörlünk, azt milyen kegyetlenül nehéz újraépíteni. És ha az, amitől tartottunk, megtörténik, mégis megtörténik, hogyan fogunk a csillogó szemüek szemébe nézni? A csillogó szemű fiatal színházcsinálók, írók, a csillogó tekintetű nézők szemébe nézni. Mit mondunk majd nekik? Hogy hagytuk ezt megtörténni? Hogy egyszer majd újra kezdjük? Hogy majd egyszer ti újra kezdhetitek? Köszönöm, hogy meghallgattatok. Lássuk, mire emlékszünk.
a kultúra ala, a kultúra ala, a kultúra nemzeti ala, a kultúra ala, a kultúra ala, a kultúra nemzeti ala, a kultúra ala, a kultúra ala, a kultúra nemzeti ala. Hey! Jó estét kívánok! Azért jöttem el erre a tüntetésre, hogy felolvassam a 30 év alatti színművészek nyílt levelét. Tisztelt Országgyűlés! Szeretnénk bemutatkozni. Mi az a generáció vagyunk, akik 1990 után születtek. Akkor, amikor önök leginkább a rendszerváltással voltak elfoglalva. Akkor, mikor Magyarországon forradalom nélkül kitört a szabadság. Mi ebben a szabadságban nőttünk fel. Mi ebben a szabadságban döntöttük el, hogy színészek leszünk. Felvételt nyertünk a Színház és Filmművészeti Egyetemre, vagy a Kaposvári Egyetem színművész szakára. Sikerrel el is végeztük, és átvettük színművész diplománkat. Mi Magyarország 30 év alatti színművészei vagyunk. Sok minden éket verhetett volna közénk, kezdve onnan, hogy hol végeztünk, túl azon, hogy ki volt az osztályfőnökünk, egészen odáig, hogy kire szavaztunk. De a mi generációnk valamiért nem kapható a gyűlölködésre. Szeretünk dolgozni, tiszteljük egymás munkáját, és szeretjük jelezni, ha valamivel problémánk van. Azért fogtunk most össze, mert a nemrég napvilágot látott kulturális törvénytervezet elfogadása esetén nem látjuk biztosítottnak a szakmánk jövőjét. És ez akkor is igaz sajnos, ha most tiltakozásunk hatására úgy tűnik, némileg puhítani fogják. Három pontban fogalmaztuk meg a legfontosabb aggályainkat, mert most mi vagyunk azok a fiatalok, akik önök voltak a rendszerváltás idején, és szeretnénk párbeszédet kezdeményezni. Első pont. A törvénytervezet megalkotása előtt nem történt érdemi szakmai egyeztetés. Kérjük, hogy mielőtt bármilyen döntést meghoznának, egyeztessenek a megfelelő szakmai szervezetekkel, és vegyék figyelembe az érveiket és álláspontjaikat. Második pont. Tiltakozunk a független társulatok éves működési támogatásának megszüntetése ellen, mert az a teljes független szféra eltűnéséhez vezet. Tiltakozunk az ellen, hogy ilyen vagy hasonló felvetés valaha is bekerüljön bármilyen törvénybe. És legvégül harmadik pont. Úgy érezzük, az önkormányzati fenntartású közszínházak esetében az állami támogatásért cserébe elvárt miniszteri vétójog és az állam művészeti kérdésekbe való beleszólási joga súlyosan veszélyezteti a színházak szuverén, autonóm működését. Ezt a levelet 111 30 év alatti színművész írta alá. Büszke vagyok, hogy a generációmban megtörténhet ez az összefogás, és büszke vagyok, hogy a generációm hangja lehetek. Sodró Eliza voltam. Köszönöm szépen! És most fogadják sok szeretettel, szintén a generációmból, Farkas Franciska, független színésznőt és drámapedagógust. Köszönöm szépen! A hazámban. Hiszem, hogy a hazám jót akar nekem. Hiszem, hogy a hazám értékel engem. Szeretném, ha a hazám büszke lenne rám. Én úgy hiszek a hazámban, ahogy a gyermek hisz a szüleiben. Csak hát anyu és apu mostanában elég sokat veszekednek. Néha már azt hiszem, én is csak ürügy vagyok a vitájhoz, és senki nincs, aki rájuk szólna,
hogy ne takarózz a gyerekekkel! Ezt akarom hinni! Honleány vagyok! Magyar anyanyelvű! Magyar anyanyelvű honleány vagyok, aki a hazáját szolgálja! Hinni akarom, hogy elmondhatom a véleményemet anélkül, hogy bármelyik párt érdekeit szolgálnám. Szerintem a mindenkori magyar kormánynak támogatnia kell engem, ugyanúgy, mint a mindenkori ellenzéknek, mert én az egész hazámat szolgálom. És ez felette áll minden párt érdeknek. Ezt akarom hinni. Szerintetek paranoiás vagy okos az, aki hallgat? Vajon kell-e bátorság ahhoz, hogy ide kiálljak? Hiszem, hogy amit teszek, ahhoz nem kell bátorság, hiszen itthon vagyok. Együtt nőttem fel a demokráciával, és hát nem vagyok már 20 éves, de azért bölcs öregnek sem mondhatnátok. Ezt gondolom most. A demokrácia első szabálya. Viselkedj úgy, mint egy demokráciában. Mert félelemből még nem épült semmi. Mert félelemből még nem épült fel semmi. Mert félelemből semmi nem épül. Semmi nem épül. Pam-pam. Tegnap jósoltam magunknak. Magunknak, magyaroknak. Én nagyon hiszek a hazámban. Köszönöm szépen. És akkor most a legifjabb generáció után kérjük, hallgassák meg szeretettel a rangidőst. Bemutatom, talán nem kell bemutatni volt igazgatómat, Jordán Tamást, a szombathelyi Vörös Sándor Színház igazgatóját. Kezi csókolom! Jó estét kívánok! Szervusztok! A 90 után születettek csodálkoznak ezen a világon, hogy milyen, mert nem éltek az előzőben. Én 90 után csodálkozom azon, hogy még mindig élek. De minden esetre rendkívüli örömmel tölt el ez engem. Jó néhányan megszólalunk majd ezen a színpadon, akiknek mindnek van valami veszteni valója. De a tiszta lelkiismeret iránti igény az mindent felülír. Most olyas valami készülődik törvényileg a magyar kultúra ellen, amelyen szemben minden tiszta lelkiismerettel bíró embernek fel kell lépnie. Egyik kedvenc olvasmányom Bulgakov Mester és Margaritája. Ebben Pilátus a keresztre feszítés utáni éjszaka álmodik, és azt álmodja, hogy Jézussal sétál a holtsugáron, a holt felé, és beszélgetnek. Jézus azt mondja, a gyávaság a legnagyobb bűn. Pilátus nem ért vele egyet. Kijavítalak,
A gyávaság a leges, legnagyobb bűn. Ti, akik most hallgattok minket, kerülhettek hasonló helyzetbe, mint amilyenben most mi sokan vagyunk. Adott esetben ne felejtsétek el Pilátust. Idézem, a gyávaság a leges, legnagyobb bűn. Most nem az általam elképzelt mondatok következnek, hanem olyan mondatok, amiket nekem most kötelességszerűen el kell mondani. A mai tüntetésen felszólalók közül többen kaptunk ma délelőtt levelet Fekete Péter államtitkár úrtól, amiben közölte velünk, hogy semmi sem igaz azokból a hírekből, melyek a törvény módosításokkal kapcsolatban a sajtóban megjelentek. Ha valóban visszakoznak a törvény előterjesztői, ez nektek köszönhető, akik most jelen vagytok, valamint annak a több tízezer embernek, aki az interneten keresztül állt ki mellettünk. Továbbá köszönettel tartozunk az MMA, Magyar Művészeti Akadémia jobb oldalhoz köthető elnökségének, akik szintén nem értettek egyet a tervezettel. Ebből is látszik, hogy fontos szakmai kérdések eldöntésénél felül lehet emelkedni a politikai szempontokon. Egy kis skandálással várjuk a színpadra Mácsai Pált. Kultúra alap! A kultúra alap! A kultúra nemzeti alap! A kultúra alap! A kultúra alap! A kultúra nemzeti alap! A kultúra alap! A kultúra alap! A kultúra nemzeti alap! A kultúra! Kedves barátaink! Ennek a ennek a mellettünk található színháznak a névadója, akinek élete bővelkedett keserű történelmi és politikai tapasztalatokban és szűkölködött szívderítőekben, írt egy novellát. Ez a novella arról szól, hogy a dolgokat létre kell hozni, meg kell csinálni, hogy cselekedni kell. Különben napjaink, pillanataink, szándékaink, álmaink szétgurulnak, füstbe mennek, szerte foszlanak. Arról is ír, hogy meg kell őrizni a józan gondolkodásunkat. Nem szabad idomulni, nem kell átvenni terminológiákat. Meg kell maradni annak, akik vagyunk, és meg kell őrizni derünket, nyugalmunkat és humorunkat. Hogy mennyire fontos lehetett neki ez a szöveg, mutatja, hogy egy meglehetősen nagy igényű címet adott neki, olyan címet, amelynek a kibontására más szerzőknek több kötetes regényfolyamra van szüksége. Most ennek a felemelő estének az emlékére és tanulságául elmondom nektek ezt az egyperces novellát, hogy elvihessétek magatokkal, és ha szükség lesz rá, gondolhassatok rá. A címe az élet értelme. Ha sok cseresznye paprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprika koszorú. De ha nem fűzzük madzagra őket, nem lesz belőlük koszorú. Pedig a paprika ugyanannyi, épp oly piros, épp oly erős. De mégse koszorú.
Csak a madzag tenné? Nem a madzag teszi. Az a madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami. Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkodik, és ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak össze-vissza, hanem a helyes irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára. Még azért felolvasok 5 sort egy szerzőtől, aki képes volt rá, hogy gondolatait összetartsa. Így ír. A kultúra lényege, akár szellemi alkotásról, akár a társadalmak politikai együttéléséről van szó, soha nem valamilyen ideológiai program végrehajtása. Különösen az európai kultúrának hatalmas értéke az, hogy évszázadok óta kialakította a szakmai munka végzőinek az öntudatos csoportjait, akik a maguk művészetének fogásait és szakmájuk függetlenségét féltékenyen őrzik minden hatalmi behatással és parancssal szemben. Az a gondolat, hogy a munka, a szellemi alkotás, a tudomány, a bíráskodás, az általános és felső oktatás mind nem más, mint éles fegyver ilyen vagy amolyan érdekharcban, valójában mindig az emberi tudás és kultúra hagyományát, annak alapszerkezetét rombolja szét. Bibó István 1956. október végén. Most pedig, kedves barátaink, a magyar független színházi szféra emblematikus szerzője, színésze és rendezője következik, Pintér Béla. Sziasztok! Hát kérj szépen, tegnapi éjszaka, akarom mondani, tegnap este írtam egy nagyon szomorú, nagyon indulatos beszédet, hát csupa felkiáltó jellel. Fölébredtem hajnali 4-kor, és akkor ugye a sorokat mantráztam magamban igen nagy dűvel. Ma próbáltuk az új darabunkat, és akkor olyan 2 felé mondja az Ervin, hogy visszavonták a törvényt. Bazd meg, mondom, még olyan jó beszédet írtam, most mit fogok itt csinálni? Hát akkor jobbján felolvasom ezt a beszédet. A felkiáltók helyett kérdőjelekkel. 2019. december 11-én a magyar kormány mégsem szünteti meg a független színházak éves támogatását. A Fidesz-KDNP 2010 óta ugyan alkalmazza a lassú kivéreztetés technikáját velünk szemben, most azonban egy pillanatig lehult ugyan az állarc, de mégsem döfik markolatig a tört szívünkbe. Az új törvény hatába lépésétől kezdve a magyar adófizetők pénzéből mi, függetlenük, mégis kapunk néhány fillért. Azok a forintok ezentúl nem a Nemzeti Színház milliárdos költségvetését duzzasztják, és Mága Zoltán cukorszirupot gyantázott vonóját sem fogják készíteni. Ha, kedves fideszes honatják és kultúrprominense, hát akkor ezután is hozzánk fogtok színházba járni? Mely idáig is hozzánk jöttetek, ha nevetni és sírni akartatok? Mert pontosan tudjátok, hogy a színház alapvetően kritikus, ellenzéki, vagy ha nem az, akkor kurva unalmas és hazug. És a kormány propagandában még elviselitek a hazugságot, de a színházban már ti sem. Fészkelősök, ásítoztok, alszotok egy jót, mert unjátok, mert ti is a metsző humor és fájdalmas színházat szeretitek. Ezért mégsem döntöttetek úgy, hogy elpusztítotok minden független színházrendezőt és társulatot, mint ahogy tettétek ezt annak idején a Krétakörrel és a Sputnikkal is.
Mégsem mészároltok le bennünket! Mégsem mészároljátok le a legjobb közszínházakat, elsősorban a Katona József Színházat! Megijedtetek, hogy eljöhet a perc, amikor felelni fogtok? Felelni fogtok ő előtte, hogy értsétek, a magyarok istene előtt, mert az ő haragja sújt le rátok. Megijedtetek, hogy bűnhődni fogtok? Bűnhődni nem is akárhogyan. Megtudtátok, hogy a pokolban kipeckelt szemmel kell majd nézzétek Balázs Péter szónoki rendezéseit. A Magyarország vesz világbajnoki selejtezőt. És a végtelenített Bayer Show-t. Mégsem fogtok bűnhődni. Mégsem vagytok gyilkosok. Mégsem vagytok a magyar kultúra gyilkosai. Hölgyeim és uraim, a színpadon Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. Kedves barátaim, minden rosszban van valami jó. Én például egy színpadon voltam Pintér Bélával. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. És nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagytok itt most. És valójában a viccet félretéve, nagyon nem örülök annak, hogy most nekem is itt kell lennem. Itt kell lennem egy színpadon, és újra beszélnem kell arról, hogy kik veszélyeztetik a szabadságunkat. És azért sem örülök annak, hogy ma újra színpadra kell állnom, mert én azt gondolom, hogy a színpad, ahogy a kultúra, az nem a politikusoké, hanem a művészeké és a közönségé. Hogy az akadémia sem a politikusoké, hanem a kutatóké. Ahogy az iskola sem a politikusoké, hanem a tanároké és a diákoké. Most éppen úgy hozta a sor, hogy ma éppen a művészet szabadságért kell kiállnunk. De ki fogunk állni? Azokért is, akiket majd legközelebb vesznek célpontba. Mindig ki fogunk állni a szabadságukban korlátozott embereké, a művészekért, a hajléktalanokért, a pedagógusokért, az orvosokért, mindenkiért. Amikor ma a színházak szabadságát védjük, akkor a város szabadságát védjük. Ez a mi jogos önvédelmünk. Tudjátok, amikor 10 évvel ezelőtt a most éppen tönkretett előadószöti törvényt készítették elé, akkor erre 2 évet szántak. 2 év vitája előzte meg a törvény elfogadását. Ami 10 évvel ezelőtt még 2 év volt, az most 2 nap. Ezért bármit is szavaznak a parlamentben, amit elfogadnak, az csak nekik lesz törvény. Nekünk diktátum. És ez a diktátum mindenki számára diktátum lesz. A kormánypárti polgármesterek számára is diktátum lesz. A kormánypárti színházban járó emberek számára is diktátum lesz. A kormánypárti művészek számára is diktátum lesz. Ez az ügy nem Fidesz vagy ellenzék ügye. Ez az ügy nem főváros vagy vidék ügye. Mert a diktátum mindenki számára diktátum. Mert az az ügy egy nemzeti ügy. Mert a kultúra nemzeti alap. És már tudjuk azt,
hogy a diktátum mindenkinek szól. De azt is tudjuk, hogy legjobban Budapestnek szól. És azt is tudjuk, hogy ez a diktátum egyben egy kísérlet. Egy kísérlet arra, hogy megtorolják azt, hogy október 13-án a budapestiek kiemelték a fejüket a mocsárból, és egyenes derékkal eljöttek, és arra szavaztak, hogy visszavegyék a szabad saját városukat. Értjük a diktátum üzenetét. Értjük az üzenetet. És mi most itt közösen vissza is fogunk üzenni. Visszaüzenjük azt, hogy megvédjük a színházainkat, megvédjük a művészeinket, megvédjük a szabadságunkat. Megvédjük a szabadságunkat, és ne felejtsétek el, hogy nem vagyunk egyedül. Vannak még szabad városok ebben a hazában, és vannak még szabad városok Európában. Éppen ezekben a percekben a zöld és szabad Budapestnek üzen Prága, ahol a Nemzeti Színház épületét a mellettünk való szolidaritás érdekében zöld színnel festették be. Köszönjük Prága! Köszönjük Európa! Köszönjük Budapest! És mondom nektek, hogy egy hét múlva ilyenkor a prágai főpolgármesternek itt Budapesten fogjuk tudni majd megköszönni, hogy kiálltak a szabadságunk mellett. Kedves barátaim, küzdelmes évek jönnek. Tudjuk azt, hogy mi vár ránk. Tudjuk azt, hogy meg kell védenünk a szabadságunkat, és tudjuk azt, hogy az elkövetkező 5 évben sokszor kell majd talán itt állnunk, és kiállni valamilyen más ügy mellett. Tudjuk, hogy nehéz évek jönnek, de ezeket a nehéz éveket egy dolog teheti könnyűvé. Ha együtt maradunk, ha a szabad Budapest nem engedi, hogy elvegyék a szabadságát. Mi küzdeni fogunk, de arra kérek titeket, hogy ti is jöjjetek velünk. Arra kérünk titeket, hogy a főváros, ami 150 milliárdos adósságot nyögve, igenis meg fogja menteni a színházait, ne maradjon egyedül. Arra kérünk titeket, hogy aki teheti, sok jómódú, tisztességes, becsületes demokrata van ebben a városban, segítsetek, hogy a maga mecenatúra is ott legyen akkor, amikor segítségre van szükség. Higgyetek abban az erőben, ami a város ereje. Mert ez az erő már most is meghátrálásra kényszerítette őket, hiszen ennek a törvénynek a legabszurdabb elemeit már bele se verték írni abba a változatba, ami a parlament elé került. Ezt a harcot már félig megnyertük, de még nem egészen. Ne felejtsétek, hogy a város ereje mindennél erősebb. Ne felejtsétek el, hogy lehet, hogy színház az egész életünk, de Budapesten, ebben a darabban nem a kormány, nem a miniszter, még csak nem is a főpolgármester, a direktor, hanem ti, szabad budapesti polgárok, ti mindannyian. Köszönöm, hogy eljöttetek! Kívánok, Boros Martin vagyok, a Stereoact művészeti vezetője és a Független Előadó Művészeti Szövetség tagja. Három nappal ezelőtt tettük ki a petíciót, amit azóta 50 ezeren írtak alá. 50 ezer embert illet most köszönet. A kormány
a meghátrálás jeleit mutatja. De most is 50 ezer ember nevében vagyunk itt, hogy még hangosabban mondjuk el az üzenetünket a döntéshozóknak, akik ugyan látszat egyeztetéseket folytatnak, de gyávák ahhoz, hogy szemtől szemben leüljenek azokkal, akiket valóban érint ez a törvény. A következő napokban, hetekben és hónapokban elképzelhető, hogy egy ennél még rémisztőbb törvényjavaslatra fogunk ébredni, és akkor is fontos, hogy itt legyünk, akkor is fontos, hogy összezárjunk, és még szélesebb összefogásra van szükség, és azoknak is hallatni kell a hangjukat, akik ezt eddig nem tették. A színházak nézőkkel közösen folytatott fotókampánya felhívja a figyelmet arra, hogy szükségünk van a közönségünkre. Egyedül senki sem tudja megvédeni önmagát. Most egy közös akcióra szeretném titeket invitálni. Znamenák István ott áll fönt az egyik erkélyen, hogyha hátra néztek, látjátok, ott integet. Szeretnénk veletek is egy közös fotót csinálni. Az elmúlt napokból jól ismert póz, kinyújtott karral, nyitott tenyérrel az arcatok előtt, csak arra kérünk titeket, hogy a telefonotokkal világítsátok meg a tenyereteket, és akkor látszik ebben a sötétben is. Tehát kérlek, forduljatok arra hátra, István felé. Készítsétek a tenyereteket, és a telefonokat. Rögtön készül a fotó. Köszönjük! Most is és a jövőben is nemet kell mondanunk a szabad kulturális élet megszüntetésére, belerugásába. A kultúra nem a kormányé, hanem a miénk embereké. A kultúra közös. A kultúra alap. A kultúra alap. A kultúra nemzeti alap. A kultúra alap. A kultúra alap. A kultúra nemzeti alap. A kultúra alap. A kultúra alap. A kultúra nemzeti alap. A kultúra alap. A kultúra alap, a kultúra nemzeti alap. A kultúra nemzeti alap. A kultúra nemzeti alap. A kultúra alap, a kultúra alap, a kultúra nemzeti alap. A kultúra alap, a kultúra alap, a kultúra nemzeti alap. A kultúra alap, a kultúra nemzeti alap. Köszönjük szépen! A tüntetés most hivatalosan véget ért. Nagyon sokan vagyunk szerencsére, alig fértünk el a téren, az árkádok alatt is vannak, a színpad mögött is vannak. Arra kérünk mindenkit, hogy egymásra vigyázva, biztonsággal hagyjátok el a helyszínt. Köszönjük szépen még egyszer!